Befejeződött az a 2017 óta az Eszterházy Károly Egyetemen futó projekt, amely a szőlészeti és borászati kutatás fejlesztés aktuális kérdéseinek vizsgálatát, valamint újragondolását tűzte ki célul. A program szakmai eredményeit hétfő délután ismertették. Az eseményen elhangzott a megvalósult kutatások, kiterjedtek többek között a magyar fajták klónjainak vizsgálatára, az új magyar csúcsbarbrendek megalkotására, a szőlőbetegségek lehetséges kezelésére, valamint a hordó típusok közötti kapcsolatrendszer feltárására is. Számos szőlőfajtát összegyűjtöttünk, eltelepítettük azonos körülmények között egymás mellé. Ez is a jövőbeni kísérleteinknek nagyon jó alapjához szolgál. Feltérképeztünk sok hordó aromát, olyat, amelyeket a különböző típusú hordók adnak a borhoz, úgyhogy tényleg nagyon szerteágazó. Gyakorlatilag az egész szőlészetet, borászatot, ami a borvidéket érdekelheti, a borvidék szereplőit érdekelheti, érintette ez a projekt. Dr. Váci Kálmán Zoltán, a projekt szakmai vezetője elmondta, a program eredményeként Egerben egy szőlőbor kiválósági központ jött létre. Sikerült egy olyan tudásközpontot, kiválósági központot létrehozni, illetve megerősíteni Egerben, amely ez alatt az idő alatt a tudományos teljesítményének a tekintetében országos vezető szerepre tett szert. Talán ezt látjuk az egyik legfontosabb eredménynek, mind a mellett, hogy nem csak elméleti, hanem gyakorlati vonatkozásban is igyekszünk azokat az igényeket, elvárásokat teljesíteni, amelyeket az ágazat szereplői felénk megfogalmaznak. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora hangsúlyozta, az intézményben az oktatás mellett kiemelt a kutatás támogatás is, éppen ezért nagy jelentőséggel bírnak a projekt 4,5 éve alatt elért eredmények. Fontos célkitűzésünk, hogy Eger, a régió és Magyarország gazdaságát erősítsük, mindazzal a szakemberbázissal és technológiával, amellyel rendelkezünk. Ezért szívből gratulálok ahhoz, hogy a projekt eredményeként nem csak regionális, de országos, sőt európai szinten is jegyzett eredményeket értünk el. Az intézményben tovább folytatódik a munka, mint az az eseményen elhangzott, a projekt lendületet adott ahhoz, hogy Egerben a szőlő és bor kutatása megerősödjön.